ismét befagyott a víz, és úgy észnek a lovacskák, úgyhogy éjjel megint egy olyan mínusz 4, mínusz 5, mínusz 6 fok körül volt. Gondoltam, ezt megelevenítem, ezt a ma reggeli rövidnek tervezett kicsi jégfürdőzést, amennyire jégfürdőzés most még ez. Már olyan 0-2 fok körül van. Itt még árnyékban minden meg van fagyva. Van a kutyáknak a vize. Ők már ilyenkor is lihegnek itt a déli oldalon. Itt van egy ilyen kis kézmosóedény. Hát, egyik oldalon ez 2-3 centis, úgyhogy ugye akkor egy olyan, biztos volt egy olyan mínusz 6, mínusz 7 fok éjszaka. Ez szokott lenni a székünk. Nézzük meg a víznek a hőfokát. Hát ez olyan 5 fok körül van most reggel. Itt megy el Rita. Nagyjából egy olyan 2 hónapja csinálom ezt a hidegvizezést. Hogy mit nyertem belőle? Vagy nyertem-e? Csak nyertem és csak nyertünk. Sokkal mélyebb megértésem, megismerésem lett magunkkal, magammal kapcsolatban, Istennel kapcsolatban, az Isten jelenlétével kapcsolatban, és arról nem is beszélve, hogy nagyon korábban már beszéltünk róla, hogy nekem nyáron legalább fél óra volt, mire 24 fokos vízbe bementem, de erről többen elmondhatnánk, Rita is, vagy Pongi is. És igazából rengeteg hazugság omlott le a fejembe, a dolgok nem úgy történnek, amire igazából kipróbálás nélkül kondicionálva vagyunk, nem történnek azok a félelmetes dolgok. És igenis, hogy Pálon keresztül Jézus mondja, hogy ha már tudjuk az igazságot, akkor csak az igazságon maradjunk, és abba gondolkozzunk, és onnan ne jöjjünk el, azaz más szavakkal mennyi helyekre fel vagyunk ültetve, és csak azokon gondolkozzunk. És újítsuk meg ezzel a gondolkodással az elménket. És ez az elme, ez aszerint fog uralkodni, amivel tele van. És így a test a helyére fog kerülni, és nem a test fog uralkodni most már. Nem a testnek az ugráltatására, legyen az étel, ital, vagy bármi, bármilyen félelem, hideg, meleg. Nem arra fogunk ugrani, hanem egyszerűen csak engedelmeskednie kell a gondolkodásunknak. A test és a szocializáltságunk most azt mondaná, hogy húha, innen most ugorjak ki, menjek ki, már most itt ki tudja, hogy mi fog történni, mi történhet.
Itt vagyok a 4-5 fokos vízben, amiben amikor a legelső alkalommal a leghosszabb ideig voltam, akkor 20 percig voltam. Tudomány azt mondja, hogy 3-4 perc után kihűlés van. Sosem felejtem el azt a példabeszédet, amit Csepeti barátom mondott, hogy amikor Angliába válogatták az európai kontinensre átjövő evangelistákat, azokat úgy választották ki, hogy ilyen hidegvizes hordóba állították be őket, és el kellett mondaniuk a zsoltárokat, amire Peti azt mondta, hogy ez egy ilyen 1,5-2 óra. És aki erre képes volt, az jött és hirdette az örömhírt. Ott már bizonyosan, hogy nem a körülmények határozták meg őket. Nem a körülményekre néztek, ami az egyik hatalmas üzenete Jézus Krisztusnak. Hogy ne a körülményeink határozzanak meg minket, hanem az az új körülmény, amelyik kintről is bekerül és kintről hat ránk. Legyen az bármilyen kellemetlenség, vagy bármilyen kellemesség. De ennél sokkal többre és jobbra vagyunk teremtve. Arra vagyunk teremtve, hogy belül, hogyha belül tud aktiválódni egy külső öröm, egy külső boldogság érzése, és az jóval tölt el minket, és tudjuk ezt forgatni a fejünkbe, illetve tudjuk a rosszat, a kellemetlent hetekig, hónapokig forgatni bennünk, akkor Jézus valódi üzenete az volt, hogy szülessünk újjá egy örök boldogság, egy örök érvényű, egy örökké való igazság által. És hogyha ez megtörténik, akkor forgassuk ezt a fejünkbe. És ez újakat fog szülni. Az új gondolkodás, új érzéseket. Az új érzés, új állapotot. És abban nincsen betegség, abban nincsen félelem, mert az fog átitatni minket, amibe belemerítkezünk, amibe elmerülünk. És hogyha csak ebbe az igazságba merülünk el, akkor ez fog minket áthatni. És akkor a körülményeink ellenére folyamatos örömben és boldogságban vagyunk, amire teremtve vagyunk valójában. De mivel hogy sokáig látás szerint, úgy mondjuk, hogy test szerint éltünk, a családi, illetve világi, nem isteni szocializáltságunk által, ezért az az, ami beelmerültünk, akaratlanul is, és tudat alatt is. Istennek valóban egy hatalmas szeretete volt, hogy ezt az üzenetet elküldte nekünk, hogy a teremtett értékünk szerint élhessünk. Kipróbálatlan hit az nem hit. Hiszem talán Jakab mondja ezt. Hogy mutasd meg a cselekedetedet, és megmondom a hitedet. Igazából Isteni az összes dicsőség, hogy valóban működik mindaz, amiket ő elmondott, amiket ő ígért, az úgy van. Most itt vagyok ebben a vízben. Régebben több rétegbe fölöltözve is fáztam kint. Most pedig itt vagyok, és úgy beszélek, nem tudom mennyi ideje vagyok itt bent, és úgy beszélek, mintha nem egy hűtőben ülnék. Általában az élelmiszert azt olyan 4 fokos hűtőbe tároljuk. A vajat elég nehéz olyankor már kenni. És itt vagyok, és ez a víz ma reggel, ez 4 fokos. Legalábbis azon a részen. De igazából nem tudom hány fokot. Azt tudom, hogy itt vagyok benne, és nem remegek.
azt tudom, hogy a víz is Istentől van, és minden, ami testé lett, az mind ő. És minden, ami él és mozog, minden, ami rezeg, az él és mozog, és minden rezegés él és mozog. És ha figyelünk, akkor amikor közöttük vagyunk, és nem tudunk nem közöttük lenni, mert mindig bennük vagyunk. És hogyha figyelünk, és nem másokra figyelünk, nem arra, hogy ki mit mond nekünk, hogy mit gondoljunk, akkor mindenen keresztül tanít. És a hidegen keresztül, ami egy relatív dolog, mert nekünk nulla fok a fagypont, Fahrenheitben még lejjebb van, de ezek csak rezgés különbségek. Aki tanult fizikát, kémiát, az tudja, hogy ezek rezgés különbségek csak. Tehát, ha figyelünk, akkor mindenen keresztül szó tanít. Ahogyan interakcióba lépünk az elemekkel, mindenen keresztül tanít. És így például itt megtanította nekem. Ami egyébként teljesen biblikus. Hogyha gondolataim össze-vissza kolbászolnak és kóricálnak és csatangolnak, és nem is akármilyen gondolatok, akkor azok a gondolatok vezérelnek engem. De hogyha sikerül helyes, az emberek számára tervezett szent, isteni gondolatokkal kicserélni a nem szent gondolataimat, és sikerül nem a jövőben lenni, és nem a múltban, akkor ahogyan Isten mindig megmutatja magát, ő mindig a jelenben van, ő a vagyok. És a vagyokba be tudok kerülni, hogyha nem a jövőbe vagyok, nem aggódok, és nem a múlton kattogok. És mihelyst belépek abba a valóságba, ami ő maga, akkor az a valóság kezd el rajtam uralkodni. Akkor ahhoz nyitok kaput. És azt nem bonyolult mondani, hogy a mennyben nincsen hideg. A mennyben nincs mit fázni. A mennyben minden csupa jó. És hogyha én ebben az állapotban vagyok, ami azt jelenti, hogy a menny a földön az én testemben megjelenik, akkor az a valóság az, amit érzek, és nem az egyéb, amúgy fizikailag is érzett valóság az, ami uralkodik rajta. Így lehet az, hogy most itt beszélek veletek, beszélgetek veletek hozzátok, anélkül remegnék. Ami önmagában is egy hatalmas csoda. Ami azt jelenti, hogy a testem már nem uralhatja a gondolkodásomat. Ez a szabadság. Amikor itt vagyok, de nem innen vagyok. Azaz nem innen létezek. Hanem a magasabb, az embereknek szánt, az embereknek tervezett valóságból létezek, mint egy belógatva ebbe a dimenzióba. De abból a dimenzióból élve, ami a miénk. Köszönöm, hogy ezt így megosztottam veletek, hálás vagyok nektek. Hálás vagyok ezért a tapasztalásért. És várom, hogy mi fog még ebből kijönni. Most például ebben a pillanatban beindult egy meleg. Beindult egy belső fűtés. Erre Wim Hof azt mondja, hogy hagyjuk, hogy a test azt csinálja, amit tud. De hogyha én ugye elkezdek rohangálni itt a fejembe, és aggódni, és félni, akkor az kezd el áthatni a testemre. És akkor az szerint leszek. De hogyha én csak vagyok, és ahogyan szoktam mondani, ha egy atom nem fázik, akkor hogy lehet, hogy több atom fázik? Kiderül, hogy mind a fejünkben van, mind a gondolkodásunkban, mind az elménkben. És ha az igazságot megtudjuk, és azt nem próbáljuk megcsinálni, hanem megtudjuk, és hagyjuk, hogy elárasszon minket, és ragaszkodunk hozzá, akkor az valójában felszabadít minket. És utána az elkezd uralkodni bennünk. És helyére kerül a sorrend. Már nem a test az Úr, hanem a szellem. Az megörvendezteti a lelket, és így kényszerűen beáll a test a sorba, kivitelezőnek, egy gyönyörűséges háznak, egy mindenre képes porhüvelynek, egy templomnak a helyére, amiben
élünk és lakunk itt a Földön. Rövid ideig, óráig, mint egy búvárruhába, mint egy láthatósági mellényben, ami szinte egy rövid idejű megmutatkozása az örök életnek. Ma reggel, amikor benn voltam a jelenlétben, még nem keltem ki az ágyból, akkor csak annyit mondtam, hogy szia! Szia, te örökkévaló szeretet, te szerető intelligencia, te intelligens szerető, te Isten, te forrásom. És azt mondta erre, hogy ezt tudod, hogy te és én mi egyet vagyunk. Ne félj, mert nincs életed, mit elveszthetnél. Hiszen mi csak az örök életet vagyunk itt megélni és megtapasztalni ebbe a dimenzióba, ami öröktől fogva van, volt és lesz, ami így nem elveszíthető, viszont nem helyes gondolkodással megdemélhető, helyes gondolkodással, amit Jézuson keresztül kaptunk meg, viszont megélhető a legteljesebb formájában. Most már például már semmit se érzek. Elmúltak a tűszúrások, meleg van, semlegesség. Most, amikor ilyen jó, ki is jövök. Pedig rettenetesen jó. Mindezeket Istennek köszönhetem, Istennek köszönhetjük, aki felvette magát, és elmondta, hogy kik vagyunk mi, és mi egyet vagyunk, és javaslom, hogy ebbe az életbe ővel, az ő igazságával próbáljatok ki mindent, mert minden lehetséges ővele, és a mindenben minden benne van. Ami még hatalmas dolog, hogy az immunrendszerünk brutálisan aktiválódik ilyenkor, erősödik, és az immunrendszerünk az, aminek az állapota, ami megmutatkozik abban, hogy mennyit vagyunk betegek és milyen betegségben vagyunk. Ez nem kárhoztatás alapú, hanem jól felfogás alapú. Az immunrendszerünket viszont az befolyásolja, hogy mennyire vagyunk stresszesek. A stresszességnek az ellentétje viszont a békesség. Az örök félelmet és aggodalmat csak az örök békesség tudja kiütni. És az viszont, hogyha benned van, akkor megnyugszol, megnyugszik a lelked, és hogyha a lelked megnyugszik, akkor az immunrendszered olyan mértékben működik jól, amilyen mértékben megnyugodott. És amilyen mértékben megnyugodott, olyan mértékben stresszmentes, és amilyen mértékben stresszmentes, olyan mértékben nem tudnak rajtunk uralkodni azok a baktériumok és vírusok, amelyek mindenkiben ott vannak mindig. Legyen gyönyörűséges, szépséges, szép napunk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a reggelt. Sziasztok!